Hát ez furcsa. Ilyen 5 hónap után vlogkamerát tartani a kezemben, az elég furcsa. Na mindegy, szóval sziasztok, a mai videóban megmutatom nektek a lakásomat, ugyanis ez már egy olyan videó, aminek réges-régen el kellett volna készülnie, de ugye tudjátok, hogy volt egy kis kiesés a csatornámon, és ezt meg is magyaráztam, hogy miért volt, mégpedig azért, mert egyáltalán nem éreztem magam motiváltnak, meg motivációt sem arra, hogy videózzak, mert kicsit ilyen lehangoló stádiumban éltem. Na itt és most ez a motiváció visszajött ebben az egy hétben, úgy döntöttem, hogy újból nekiállok a videózásnak, és ahogy ígértem, ilyen természetes hangvételű videókra számíthatok, ahol az igazi énemet mutatom, mert ugye ez is egy nagy gond volt, hogy a csatornámon talán nem is az igazi énemet mutattam régen, nem azt mondom, hogy most. Viszont most úgy érzem, hogy végre visszatértem, és pontosan ezért ezzel a lakástúrral szerettem volna indítani, és pont ezért akartam elkezdeni ezt a visszatérést ezzel a videóval, mert tudom, hogy ezt nagyon sokan kértetek akkor is, na meg én is nagyon szívesen elkészítem. Na, és most itt ülök lent a parkolóban, a panelház előtt, az autómban, és felmegyünk együtt, és megnézzük, hogy milyen a lakásom. És igazából ténylegesen most jöttem haza, nem jöttem lebeülni az autóba, mint egy félőrült, hanem most jöttem haza, úgyhogy úgy néz ki a lakás, hogy reggel otthon hagytam, és remélem, hogy nincs nagy kupi, próbáltam összerakodni reggel, mert amúgy bevallom, van, hogy úgy megyek el, hogy bomborobbanás van. Hát így 99%-ban ilyenek a napjaim, aztán ha hazajövök, akkor minimum éjfélig takarítok, úgyhogy most ez így megváltozott, szóval reggel rakottam el, és most pedig felmehetünk és megnézzük, hogy milyen a lakásom. Gyertek velem! Jaj, itt meg karácsony van. Két-két kell. Na most itt állok a bejárati ajtóm előtt, és ugye ahogy belépünk, itt van egy ilyen hát kis folyosó, mert ahogy látjátok, itt már kezdődik is a fürdőszoba. Itt jobb oldalt van egy ilyen komód, amiben igazából cipők vannak, meg itt a tetejében ilyen kulcsokat, autókulcs, meg lakáskulcsokat, meg mindenféle ilyen fontos dolgot tárolok, hogy biztos nem felejtsem el, mert én olyan ember vagyok, aki tutira elfejti a lakáskulcsokat, meg mindenféle kulcsokat. Aztán oda tettem egy kis ilyen légfrissítőt, és vettem egy ilyen fali képet, ami igazából egy ilyen idézetnek mondható. Hát nem tudom, megtetszett, meg gondoltam, hogy passzol ide a lakásba. Szerintem észrevettétek, hogy nagyon-nagyon a fehér dominál az egész lakásban. Nekem például pont ezért tetszett meg ez a lakás, terülően ez is egy ok volt, amiért ez a lakás sokkal jobban tetszett, mint a többi másik. Akkor itt bal oldalt vannak szintén cipők, papucsok, meg ilyesmi, most itt van a táskám is, meg egy kibontatlan, vagy is már kibontott csomag jobban mondva, de még nincs felvéve a videó, úgyhogy ez addig itt vár. Ez igazából itt volt, mikor jöttem, úgyhogy pont itt szintén belepasszol a lakásnak a dekorációiba, ez a kis virágmintás ülőpárna. Most, ahogy mondtam, ez a folyosó nem valami nagy, de hát nekem ez pont elég, és rögtön itt van a fürdőszoba. A fürdőszobában ezek a kis szőnyegecskék az IKEA-ból vannak, és nagyon szeretem őket, mert ilyen kis bolyhosak, nagyon-nagyon imádom. Egyszerűen erre rálépni, vízes lábakkal a legjobb. Na, itt a WC, amit most lehajtottam, mert szerintem senkit sem érdekel, és itt a WC fölött van egy légfrissítő, meg egy babatörlő, nem, ez ilyen alap. Igazából nem is mondtam, de szerintem ez a fürdőszoba elég tágas. Most nem tudom, hogy mások szerint, meg hogy kinek mi a tágas, de szerintem ez nagyon tágas fürdőszoba, és nagyon örültem, mikor megláttam, hogy kád van benne, mert imádok kád fürdőzni, és sokkal jobban szeretem azokat a lakásokat, ahol kád van, és nem zuhanyzó. Itt vannak azok a tusfürdők, mindenféle kenceficék, amiket így általában minden nap használok. Meg itt is, csak itt már beraktam egy ilyen kis dobozba, amit nem is tudom, Pepcóban vagy hol vettem. Fú, ebbe itt nem merülnék be, mert itt annyi minden van, hogy nem igaz, maximum egy külön videóban. Mindenféle van itt, tehát minden, ami szükséges a fürdéshez. Akkor vettem az IKEA-ban egy ilyen tartót, ami nagyon praktikus és relatív, nagyon olcsó, úgyhogy ha szeretnétek valami ilyesmit, akkor ez nagyon jó dolog.
Itt alul vannak a hajra való termékeim, hanem inkább ilyen hajszárító, meg hajvasaló, hajgondrítő. Itt meg ilyen csomó, csupa, mindenféle kupi van. Én inkább nem nyitnám ki, mert tényleg minden hajolaj, hajkefe, meg minden, amit csak el tudtok képzelni, hajlaktól kezdve, még a Bright White is itt van, meg dezodor, meg minden, szóval. Na, hogyha ide elfordulok, akkor itt van a szennyes, ami szintén ikás, és nagyon tetszett, hogy ilyen kis tapadós. Meg a mérete tetszett, hogy pont ide befér, meg nekem ez így pont jó. Aztán van itt két polc, amire igazából így rápakoltam a gyertyát, mert hát ugye hátfürdözök, vagy már mondtam, és akkor néha gyújtok gyertyát. Most itt van két maszk, amit most ki kell próbálnom, meg ki is szeretném, hogy kell, senki nem kényszerített. Aztán a Nivelnak az az új micellás vize, ami rohadt jó. Szintén amúgy a Pepcóból vagy Teddyből van, nem tudom most már. A kettőt mindig keverem. Tehát, hogy én azt a két üzletet mindig keverem. De itt felül vannak azok a dolgaim, amiket minden egyes nap használok, de ebből most szeretnék egy videót csinálni, hogy most itt csak így nagyon gyorsan mondanám, hogy micellás víz, Foreo tisztítom, arckrém, parfüm, tudom én még 5000 micellás víz, tehát, hogy így mindenféle krémek, ezeket tényleg nap, mint nap használom, és ami itt van lent, ezt is nap, mint nap használom, csak nem tudom, ezek lent vannak, tehát ilyen szintén hajolaj, például ezt minden nap használom. Akkor testkrém, meg ilyesmi, ez meg csak így itt hagytam, már réges-rég megvan. Meg belepakolászok néha a dolgokat. Úgyhogy, ha itt elfordulok, akkor itt van a mosdó. Hát mosdó mellett nincs semmi, csak törölköző, meg itt is csak a törölközőim lógnak, meg a köntösöm. Igazából a mosdón semmit nem szeretek tárolni soha, semmilyen esetben, csak a kézmosó szappant, amivel ez a kedvencem. Ha még nem próbáltatok, akkor biztosan próbáljátok ki, ez amúgy egy ilyen habot nyom ki. Nagyon jó, és nagyon finom az illata. Mindig ezt veszem úgy, meg tartalékban is ez van. Akkor itt pedig a fogkrém, fogkefe, meg nyelvtisztító, meg minden ilyesmi. Ugye ez minden nap többször is kell. És aztán itt a tükör, ami hát egy sima tükör. Akkor haladjunk tovább, itt van a kis ikás szőnyegem, és itt is van egy óriás nagy tükör, itt szoktam szelfizni is, szóval Instagramon biztos, hogy már láttátok. És hogyha itt előre nézek, akkor ott van egy könyves polc, amit szintén tudom, hogy az IKEA-ból való, ez itt volt. Úgyhogy ha valakit érdekel, akkor ez szintén az IKEA-ból van, ez 100% biztos vagyok benne, mert én is már akartam egyszer megvenni. Aztán ide költöztem, és itt volt. Szóval itt, amint látjátok, hát 98%-ban csak is gyertyákat tárolok, amúgy van itt egy-két könyv, de nem szeretek nagyon olvasni, mert nagyon sokat olvasok az iskolában, és már azt kikészít. Szóval minden, ami gyertya, az itt van. Tehát, hát az összes polcom majdnem gyertya van, úgyhogy hát ciki vagy nem, imádok gyertyákat égetni. Na, hogyha elfordulok, akkor most itt, de most nem megyünk ki, vagy majd kimegyünk, de nem most. Itt van a terasz, ami nagyon nagy, úgyhogy imádom. És akkor itt van az ajtó, ami a hálószobában nyílik. Tudom, nem a legnagyobb hálószoba, de nekem pont elég, és igen, tehát nekem, én egyedül lakom itt, tudom, hogy nem így indultunk a dolgoknak, de szerintem ezt most ne is ragozzuk tovább, egyszerűen mindenki tudja, hogy szerintem mindenki gondolja, hogy miért lakom már egyedül, na mindegy, szóval egyedül lakom itt, és nekem ez pont elég. Tehát így néz ki, amikor így szemben állok vele, itt van az ágyam, és igen, az ágyam közepén nem vagyok valami self-lover, de ezt a párnát most kaptam a Nivea, ilyen kis partin, és hát egyszerűen cukik, nem? Muszáj volt ide tennem. Szóval most így néz ki az ágyam, ez az ágy itt volt, csak matracot hoztam ide, mert vettem, és most ilyen kis fluffy dolgokkal van letakarva, de nem sokára minden ilyentől megszabadulok, mert ha jön a nyár, akkor ezt nem bírom elviselni.
és itt van szintén egy kis IKEA-s kis ilyen bolyos szőnyeg, ami látjátok, hogy már nagyon másképp néz ki. Ez azért van, mert már ezerszer kimostam, és akkor ilyen furi más alakzatot vesz fel, de igazából nekem így is tetszik. Majd veszek egy olyan újat, ami ott kint van. Aztán, ha itt elfordulunk, ez nem olyan rég lett így átcsinálva, tehát nem olyan rég, olyan 3-4 hónapja hoztam ide ezt az asztalt, ugyanis először úgy voltam vele, hogy nehogy már a szekrény mellett legyen az asztal, de aztán rájöttem, hogy igazából ezt a szekrényt annyira nem is használom, csak ilyen kabátok vannak benne, ami most épp itt kilóg. Na mindegy. És úgy voltam vele, hogy hát ki tudom húzni, meg minden, szóval miért ne lenne itt az asztalkám, meg ugye alatta ilyen szék, amit kihúzok, és akkor itt szoktam sminkelni, meg laptopozni, de azt általában kint is szoktam az ebédlőben. De mondjuk rá, hogy sminkek, meg minden itt szoktak készülni, úgyhogy úgy voltam vele, hogy miért ne lehetne itt az asztal, és pont befért, ugye ezt is kellett vennem, mert nekem otthon ettől ezerszer nagyobb volt, és úgy voltam vele, hogy igen, legyen ez itt, meg egy kis virág. El kell, hogy mondjam, hogy az IKEA-ból van, és nekem ez az IKEA-ból, ez a virág a kedvencem. Nem tudom miért, ne kérdezzétek, nem szeretem a virágokat amúgy, de egyszerűen ez a kedvencem. Egyet már megöltem, véletlenül, de 1,5 évig élt, szóval ő most már olyan 8 hónapos szintén, és nagyon szeretem őt, minden nap elmondom neki, úgyhogy kérlek, maradj velem. Na szóval itt van a szekrény, ami egy ilyen nagyon nagy beépített szekrény, ezért mondtam pontosan, hogy annyira nem is érdekes, hogy mondjuk itt ezt nem annyira tudom használni. Na, itt volt egy-két gondom, mivel utálom a zöld színt, és ezt most nekem itt el kellett viselnem. Különben nagyon jól tudom, mert otthon ugyanilyen szekrényem volt, csak nem beépítve, hogy ezek készültek ám fehérben is, mert az enyém otthon fehér és fa, ugye. Itt viszont zöld és fa keverék. Hát, mit nem mondjak, egy kicsit bántott a dolog, de most már megszoktam. Ugye, itt van egy ablak, ami pont kinéz a teraszra, úgyhogy nagyon cuki. Meg ott pont szárítom a ruhákat. És itt pedig már csak ilyen, mert ugye itt is vannak sminkek, viszont annyira sok sminkem van, itt is begyömöszölve, betömörítve, mivel hogy nincs külön sminkes szobám, ugye? Ezért ide is muszáj volt vennem olyat, amit a fürdőszobában is láttatok. Ezért mondtam, hogy szerintem nagyon-nagyon jó kis dolog. És ugye akkor itt is mindenhol sminkek, meg sminkek, igen. Szóval igen, ez is itt van, meg ez pont ide befért, és úgy gondolom, hogy nagyon jól megoldottam ezeket a kis dolgokat. Na, akkor most a hálóból ugye átmenjünk a konyha per ebédlőbe, és a konyha az így nézne ki, nagyon-nagyon tetszik, hogy ennyire modern. A konyha az ilyen fekete és a fa minta ötvözete, nekem nagyon-nagyon tetszik, ugye, mivel hogy minden fehér, ezért valami kis szín feldobja, és ugye nagyon, hát nagy, szerintem tök jó. Tehát már láttam ettől, hát annyi helyen voltam lakást nézni, hogy ettől ilyen fele, ilyen ekkora konyhákat láttam, ez meg így brutál nagy. Akkor, amint láttuk, ott van a fagyasztó, a hűtő, és itt pedig a mosógép beépítve, ugyanis gondolom láttátok, hogy nincs a fürdőszobában, és hát igen, az azért van, mert itt van, és amúgy is pont mostam, úgyhogy igen, ki is kell teregetni, nem sokára. Úgyhogy itt van beépítve a mosógép is, és hát ugye egy konyhában hát mik vannak. Itt van a Turmix gépem, akkor a vízforraló, ez a törlőkendő, ez nálam így mindennapos dolog. És akkor itt van a facsaró gépem, nem is tudom, hogy mi ennek a pontos neve most hirtelen. Ugye belerakunk gyümiket, zöldségeket, és akkor kifacsarja nekünk. És ugye még itt van a mikró is. Ja igen, ott a nyuszi.
kérdezhetitek, hogy miért ott. Hát azért van ott, mert nem szerettem volna, hogyha valaki bejön a lakásba, és egyből a nyuszinak a ketrecére bámul, és ezért úgy döntöttem, hogy legyen így pont a kanapé mögött, úgyis a legtöbb időt kint tölti a nyuszi, tehát ezt azért szeretném leszögezni, hogy most becsuktam, hogy nehogy itt szaladgáljon, de amúgy most épp eszik, és néz. Na mindegy, a nap legnagyobb részében kint van, amúgy se tudtam volna hova tenni, mert ott meg már a tévé van, az sem jó neki. A konyhába azért persze nem akarom tenni, mert ugye, hát nem tudom, nem annyira higiénikus, és mármint, hogy nincs semmi baj vele, de értitek, hogy hova más, a hálóba nem tudom rakni, mert akkor kikészít éjjel, annyit zörög, meg minden. Szóval ez volt az egyetlen megoldás, és akkor, nem tudom, nekem mind nagyon-nagyon tetszik, hogy van egy kis ilyen magánszférája. Na, de mindegy, itt van az étkező, ami itt volt, hát én magamtól mondjuk mást választottam volna, de tökre passzul a konyhához, úgyhogy szerintem gondolom a Csa is így gondolta. Ezeket amúgy én vettem, nem hogy olyan rég, meg tudom, hogy hiányzik az asztal közepéről valami, én is hiányolom nagyon, tehát hogy tisztában vagyok vele, hogy ide biztos, hogy veszek virágot, csak még nem jutottam el, mert most diplomunkát adok le, meg írtam, meg minden, úgyhogy sok dolgom volt. Aztán itt van a kanapé, meg a tévé részleg. Hát ezt a tévét én hoztam ide, mert ez nem volt itt, viszont ez a kis komód igen, és nagyon tetszik, ugyancsak megint fehér. És hát most nagyon sok minden nincs itt, ez is meg így inkább karácsonyról maradt itt. Természetesen megint gyertyák, meg fények, meg ilyesmi. Ezekben meg nagyon sok mindent tárolok, tehát mindent a videózáshoz, sulihoz. Ez a szőnyeg szintén az IKEA-ból van, hogyha valakit érdekelne. Ezt én vettem. Ugyanúgy ez is az IKEA-ból van, szerintem nem kell ide nagyobb azt, hogy én ezt választottam, ezen már a második, már egyet tönkre is tettem. A kanapé mellé vettem egy ilyen, mindig is akartam egy ilyen kis fa dobozkát, amiben beraktam ugye két legpihepuhább plédet. És a kanapé szintén hát fehéres, ami hát nem mondom, hogy a legjobb dolog a világon, mert minden komolyan mindent meg lehet rajta látni, ezért pont ezért vettem rá ilyen kis plédeket. Ami szintén fehér, úgyhogy sokra nem mentem vele. Viszont díszpárnákat vettem, meg ilyesmi, meg több díszpárnát szeretnék, mert most így kevésnek látom videón keresztül. Eddig nem tűnt fel annyira, meg nem is volt időm ezen gondolkodni, mert csak arra volt időm, hogy írjam a diplomunkámat, de most, hogy így látom, kellene ide még pár párna, díszpárna. Ezek amúgy Pepcóból vannak, azt hiszem, igen. Meg van itt még egy, csak azt nem is látni. Ja. Szóval elég nagy a kanapé, aminek nagyon örülök. Volt itt egy ilyen lábtartó része is, de azt megkértem azokat, akiktől bérlem a lakást, hogy vigyék el, mert nekem az nem fog kelleni, csak a helyet foglalja. Szerintem jól is tettem, mert így is szerintem mindenki elfér maximum, meg ide is ülhetnek. Most nagyon ki fog égni a szemetek, de itt van egy francia ablak, amit szintén ki lehet nyitni. Nem nagyon szoktam amúgy nagyon kinyitni, meg maximum szellőztetésre, de itt is ki lehet látni a városra. És tök szép, én imádom ezt a várost. És akkor most mehetünk is, megmutatom a teraszt, amin, hát most itt mondom, hogy teregettem meg minden, úgyhogy tényleg elég nagy teraszom van, csak ahogy mondtam, kicsit kupi van, és ugye még a székek, még akarok venni majd asztalt is, meg ilyesmi, természetesen erre még nem volt idő, meg amúgy is tél volt, nem is volt lett volna értelme. De ezek a székek már itt voltak, csak szeretnék hozzávenni egy asztalkát. Megtakarítani is, mert ugye ez itt a galamboknak a kedvenc helye. Tudjátok el, tegnap teregettem, és kint hagytam a nagy párnákat, meg a
húzatokat, párnahúzatokat, meg takaróhúzatokat, az egész komplett ágyat kimostam, és húztam fel a lepedőt, és néztem, hogy mi van alatta, azt hittem, hogy hajgumi, egy óriás fekete valami volt alatta. Szóval tegnap az történt, hogy ugye kiraktam a teraszra, még reggel az egész ágyat kimostam, a párnákat, a párnahúzatot, meg mindent, a matrachúzatot is, és húztam fel a matracra a húzatot, és láttam, hogy alatta, mert ugye az is olyan fehéres, és alatta volt egy ilyen nagy gömb, ilyen fekete, és hát mondtam, hogy biztos, hogy a hajgumi, mert mindig a kezemben van, és nem volt épp a kezemen, és már úgy voltam, hogy pont mentem hozzányúlni, hogy akkor kiszedem onnan a hajgumim, akkor egy bolyhos, nagy, dagadt, fekete pók volt az. Konkrétan ekkora, én nem tudom honnan jött, de konkrétan ekkora volt. És én, aki fél a kis póktól is, akkor most ezt gondoljátok el, hogy mit éltem át én éjjel tegnap. Nem is tudom, mi volt az első reakcióm, de a második az volt, hogy felporszívoztam. Nem érdekeltek a szomszédok, meg semmi. Nem akartam megölni, de egyszerűen elkap a pánik, és egyszerűen megölöm. Akarva, akaratlanul. Közben pedig nem akarom, de annyira félek tőle, úgyhogy... Úgyhogy ez volt tegnap. De mindegy, ez lenne a videó vége. Köszönöm, hogy támogattok azzal, hogy nézitek a videóimat. Ha esetleg még nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor tegyétek meg most itt lent. Lájkoljátok a videót, hogy lássam, hogy tetszett nektek, és az Instagramomra is fel tudtok iratkozni, mert ott nagyon sok mindent osztok meg. Minden nap szinte teszek fel Instastoryt mostanában, és képet is. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztetek, legyen szép napotok, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!